Az intermodális csomópont lényege, hogy az utazóközönség egy adott központból különböző közösségi közlekedési eszközökkel, illetve útvonalon érhesse el úti célját. Egyebek mellett új buszpályaudvar, parkolóház, felszíni parkolók, körforgalmak, kerékpárutak lesznek a főbb elemei a székesfehérvári vasútállomás átszálló kapcsolatait fejlesztő gigaberuházásnak. A tervezési és kivitelezési feladatokra nemrég írt ki ajánlattételi felhívást a NIF, vagyis a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A fejlesztéssel Székesfehérváron nem csak a vasút, valamint a helyi és helyközi autóbuszok új találkozási pontja valósul meg, hanem a kerékpáros és közúti közlekedés is fejlődni fog. A projekt Székesfehérvár és egyben egész Fejér megye közösségi közlekedését emelheti új szintre.